December 14-e van, és péntek, jó reggelt kívánok valamennyiüknek. Hát a legkorábban ébresztett vendégünk biztosan Szűcs Erika. Kezét csókolom. Köszönjük, hogy felkelt a kedvünkért. A DK politikusa volt, szociális miniszter. Hát én úgy gondolom, hogy annak nagyon nehéz nem örülni, hogy kevesebbet kell fizetni. Tehát ebben még az ellenzék is most annyiból egyetért, azt el kell ismerni, hogy ez egy jó húzás volt a kormánytól, és sokaknak segíthet. De kiknek segít igazából, mert ezen meg már kialakult a vita. Hát igen, a rezsicsökkentés az egy olyan gondolat, aminek mindannyian örülünk, hiszen ki ellensége annak, hogy egy kicsit több pénz maradjon a zsebében. De azért hozzáteszem, hogy ezzel a rezsicsökkentéssel a kormány még a 2010-es szintre sem tudta letornászni, vagy tudja letornászni az energiaárakat, és ugye a kormány indulásakor azt vállalta, hogy kordában tartja a rezsiköltségek emelkedését. Hát ez most eszükbe jutott. Igen, hát most tulajdonképpen visszamegyünk a startvonalra, aztán meglátjuk, hogy... De kordában tartható volt ez olyan gazdasági környezetben, mint amiben Magyarországban, vagy amiben az energiahelyzet a világban? Mert hát azért itt nagyon sok minden változott az elmúlt 2-3 évben. Hát én azt gondolom, hogy van egy alapszabály, hogy az energiaforrások világszerte egyre drágábbak. Annak a Fidesz által sokat emlegetett 2000-es évekbeli árrobbanásnak is az alapvető oka az a világpiaci áraknak, mármint a kőolaj és gáz világpiaci árának a nagyon jelentős emelkedése. Egy 2000-es ilyen 30 dollár per barel szintről felment 150-re is, és aztán visszacsökkent, de azért 80 alá most már nem nagyon megy. Tehát ez jelentkezik, és azt gondolom, hogy ideig, óráig kritikus helyzetben lehet ettől az alapszabálytól eltérni, hogy meg kell fizetni az erőforrásoknak az árát. Tartósan azt gondolom, hogy ez nem járható. Ez egy utal elemzés erre a mostani mínusz 10%-ra, és ugye a gáz, az elektromos energia és a távfődíja csökkent 10%-kal, fűnyíró elv alapján minden háztartásban. Azt gondolom, hogy itt a helyzet bonyolultabb, ugyanis a kormány egy tulajdonképpen szociális típusú vállalását kívánja most prezentálni, bemutatni a társadalom, hogy igen, megígértem, megteszem. Azonban az álságossága ennek a dolognak nagyon gyorsan kiderült, hiszen Lázár János ezt úgy próbálta alátámasztani, hogy közölt, hogy 100 000 forint évente egy-egy családnak a megtakarítása, és a kommentekben azonnal elkezdtek számolni az emberek, hogy hát ahhoz, hogy ennyi megtakarítás legyen, ahhoz legalább 1 millió forintos éves rezsiköltség kell, vagy energiaköltség, hát akkor milyen fizetés kell hozzá. Tehát azt kell mondanom, hogy ilyen módon, hogy mindenkinek lecsökkentik 10%-kal az energiaárat, ez nem a szociális problémáknak az orvoslása. Jelent könnyebbséget, kétségtelen tény, a nehézségekkel küzdő alacsony jövedelműeknél, de nem jelent megoldást például annak a 150 ezer háztartásnak, ahol már ki van kapcsolva. Vagy a gáz, vagy a villany, vagy mind a kettő. Jó, de hát abból a szempontból megoldás jelenthet, hogy lehet, hogy másik 150 ezer háztartás meg így menekül meg. Hát most ezt így nehéz számolni. Ez igaz, de azért éppen tegnap beszélgettem egy ismerősömmel, aki a magyarországi menedzserek közé tartozik, illetve tulajdonosok közé tartozik, aki elmondta, hogy ők kiszámolták, hogy ez az intézkedés számunkra évi 1,5 millió forint megtakarítást hoz. Na most én is kiszámoltam a KSH adatai alapján, a magyar háztartások energiaköltsége az összkiadásnak mondjuk 10-15%-a, egy átlagjövedelmű kétkeresős háztartásnak a nettó jövedelm mondjuk 270 ezer forint. Ha ebből számolom az ilyen arányú energiaköltségeket, akkor neki van legjobb esetben 50-60 ezer forint, a másiknak pedig 150 millió. Ez pontosan ugyanolyan intézkedés, ezzel a nagy egyenlőség látszatta, hogy mindenki egyformán kap, mint az egykulcsos adó volt, a végtörlesztés volt, a gyerekkedvezmény, hogy akinek sok pénze van, az ahhoz mindig sokkal többet kap, mint az, akinek kevesebb. Na most ez egy abszurd és fordított tehát szociális azt mondaná, gondolkodás. Tehát számlákat kéne megnézni, és a különösen nagy számlákra nem lenne érvényes a kisértékűekre, tehát valóban a családi fogyasztást jelképező számlákra, meg akár magasabb összeggel? Pontosan, a menesztett államtitkár az ezt képviselte. Tehát ő azt képviselte, hogy a nagyon magas fogyasztások, akiknek havonta akár 2-3 ezer köbméter a fogyasztása, ott egy jelentős emelést léptesen életbe a kormány. Igen, de ennek ráadásul van gazdasági értelme is, hiszen az energia az egy drága dolog, nem Magyarország a saját erőforrás, ezt importból veszük. Tehát mindenki, aki energiával foglalkozik, azt mondja, hogy olyan árrendszer kell,
ami ugyan kifizethető energiaárat jelent, de ugyanakkor ösztönöz a takarékos megoldások bevezetésére. Na hát ez abszolút nem a takarékosságra, nem a megoldás, a pazarlásra ösztönöz éppen a legnagyobb fogyasztóknál. Tehát minden szempontból, akár szociális, akár energiahatékonysági szempontból sok sebből vérzik. Mégis azt mondom, hogy ebben a helyzetben, amikor a kormány gazdaságpolitikai miatt az ország gazdasága zsugorodik, a reáljövedelmek csökkennek, tehát a jövedelmi oldalon nem tud az embereknek semmit adni, akkor legalább a szociális válság kezelésének egy módja lehet. Ha ez átmeneti lenne, akkor még azt mondom, hogy érdemes rajta elgondolkodni, így, hogy ez egy ilyen igazságtétel, hogy az energiaszolgáltatók elmúlt 15 évbeli nyereségéből most visszaveszünk valamit, és ráadásul ilyen módon, hát így enyhén szólva kérdéses, és számomra nehezen indokolható arról és elfogadható. Mi a véleménye, hogy lehet, hogy a magánvállalkozások fogják ezt megfizetni, amelyek ugye az egyetemes szolgáltatók javarészt, és hát velük vagyunk mi igazából lakosságként kapcsolatban, hanem az MDM, mint az állami nagyvállalat, az állami energetikai nagyvállalat, amelyik lényegét tekintve mindent el kell viseljen, mert hát állami utasítás, kormány utasítás alapján működik. Én nem csak az MVM-re gondolok, hanem gondolok, mint egykori miskolci önkormányzati tisztségviselő, az önkormányzatok tulajdonában vagy résztulajdonában lévő távhőszolgáltató cégekre is, akik már most is nagyon nagy bajban vannak. Tehát azt gondolom, hogy nem lett ez rendesen végig gondolva. De ez azt jelenti, hogy az egyik zsebéből az állam átteszi a másikba voltak éppen ezt az összeget. Tehát igazából valóban kétségkívül az emberek 10%-kal kevesebbet fizetnek, de végül azért csak megfizetik, mert hát az állam fizeti helyettük, ami megint csak mi vagyunk. Így van, pontosan, tehát valahol a végén megint ott lesz a fogyasztó, akinek ilyen-olyan formában ezt majd egyszer meg kell fizetni. Az Orbán kormánynak az a taktikája, hogy megpróbálja a problémákat eltolni későbbre, remélve, hogy addigra majd csoda történik, és nem kell szembesülni vele se neki, se a magyar társadalomnak, de szerintem ez egy nagyon rossz számítás. Politikai bulvár rovatunk következik, előre szólok. Tegnap hallottam egy pletykát. A pletyka pedig arról szólt, hogy a Boszorkány konyhában a Fidesznél azt tervezik a jövő évre, hogy a családok sárga csekk problémáit megoldják legalább annyira, hogy 3 hónapnyi díjtartozást a közmű szolgáltatók felé a kormány benyelet. Azaz, hogyha valakinek 3 hónap a díjtartozása, azt fogják mondani, hogy ez el van engedve, mostantól tiszta lappal indulsz. Hallott erről? Nem hallottam, de ez teljesen beleillik a kormánynak a jelenlegi szenvedélyébe vagy hóbortjába, mert ugye látható, hogy a probléma kezelésnek a legfőbb módja most az adósságok átvállalása, aztán pedig az adósságok ilyen-olyan részének a lenyeletése azokkal, akiknek az adósok tartoznak. A közös teherviselésnek a gondolatába ez még bele is tartozna, és azt kell mondanom, hogy a lakossági közüzemi hátrálékoknak az úgynevezett adósság konszolidáció, ez nem új ötlet. Már legalább 4-et megértünk a rendszerváltás óta, és azért kiderült, hogy a közüzemi díjhátralék az nem csupán pénzügyi probléma. Az lakhatási probléma, hogy valaki olyan lakásban lakik el, aminek tudja a jövedelméből, a várható jövedelméből fizetni a rezsijét. Tehát önmagában a pénzügyi konszolidáció megint szavazatvadászat. Ha nem, egy olyan rendezés keretében történik, ahol felmérik valóban az élethelyzetet, azt, hogy a jövőben, a közeljövőben lehet-e fizetni annak a lakásnak a rezsijét, hogy segítenek-e új lakhatást keríteni. Tehát azt gondolom, hogy ezek megint a látszat megoldások. Na de mit tanácsol a nézőinknek, vagy akár nekem, most akkor ne fizessünk addig közmű díjakat, mert hát majd úgyis elengedik? Igen, hát ez a dolognak a másik leágazása, ez a társadalmi hatása, az meg a gazdasági hatása, hogy azt a fajta teljes kiszámíthatatlanságot és jogbizonytalanságot erősíti, ami miatt Magyarország iránt a külföldi befektetők, pénzzel rendelkezőknek a bizalma megrendült. Azt hiszem, ez végletes lesz. Én azt gondolom, hogy a szolgáltatók most arra számítanak, hogy egyszer ennek az őrült korszaknak vége lesz, és akkor lehet majd normálisan gazdálkodni kiszámítható körülmények között. Nem hiszem, hogy ők most azonnal szednék a sátorfájukat, de azokat a veszteségeket egyszer le fogják a magyar társadalmon verni, amit most emiatt elszenvedik. Minden esetre ez egy pletyka volt, úgyhogy senki ne erre számítson, hanem arra, hogy kikapcsolják az áramot, ha nem fizet, meg az összes többit is, ha nem fizetünk, hogy egyelőre fizetni kell, aztán a többit meglátjuk. Köszönöm szépen, hogy eljött hozzánk. Köszönöm.